BMW Bytes. Sziasztok, ez itt a BMW Bytes, azaz a BMW falatok május 17-i adása. Harapjunk is bele. 2023. június 16-án érkezik a Pixar legújabb filmje, az Elemental, melyet Peter Sohn rendezésében készül, akinek New York-i gyermekkora és a négy alapelem, a tűz, a víz, a föld és a levegő inspirálták a történetet. Reba McEntire csatlakozik a DVD Keldis ABC-n futó Big Sky harmadik évadához, Jensen Ackles mellé. Eddie Valco csatlakozott Pete Davidson mellé a Pékák sorozatába, mely a Babkins címre hallgat. Május 16-án hétfőn megkezdődött az idei Upfronts hét, amikor a network csatornák a hirdetőknek prezentálják a következő évados felhozatalukat. Az elmúlt héten rengeteg sorozat sorsa eldőlt, és rengeteg sorozatot is berendeltek a hagyományos pilot időszakból, bár néhány produkció sorsa csak később fog eldőlni. A hetet szokás szerint az NBC és a Fox kezdte, mi pedig az NBC-vel indítjuk, akik megtartották a jelenlegi programkínálatuk nagyját, ráadásul ugyanazokban az időpontokban. A biztonsági játéknak köszönhetően a KED, a szerda, csütörtök és a vasárnap esti kínálatuk nagyja változatlanul fog műsorra kerülni. Egy drámával és két komédiával bővül az NBC 2022-23-as szezonja, és ahogy számítani lehetett, ősszel mindössze egyetlen újonc drámasorozatuk indul, ez pedig nem más, mint a Quantum Leap modern remake-je, vagyis inkább sequel sorozata. Több pilotjuk még le sem forgott, illetve jelenleg is zajlanak tárgyalások arról, hogy mik csatlakozhatnak majd a kínálathoz a középszezonban. La Brea, mely tavaly ősszel indult és jól megőrizte a felvezetése a Voice nézettségét, marad a keddi idősávban, ahol a rólunk szól által keletkezett űrt is igyekszik majd betölteni. Mivel költséges produkcióról van szó, ahol sok speciális effektet is használnak, ezért rövidebb évadokkal kell majd számolni. A második évad a jelenlegi hírek szerint 14 részes lesz, melyet két 7 részes etapban tűz majd műsorra a Pávás csatorna. Az NBC a következő évados program kínálatában a legnagyobb változást a péntek estig fogják majd jelenteni, ahol az estét a korábbi keddi komédia blokk fogja nyitni novemberben. Tavaly az NBC-t nagyon sokan kritizálták, hogy nem szerepel komédia az őszi struktúrájukban, ezért idén nem szerették volna elkövetni ezt a bakit. Az egykamerás Young Rock harmadik évada és a multikamerás López vs. López első évada egyrészt azért került péntekre, mert máshol már nem volt helye programi struktúrában, valamint azért is, mert történelmileg a családi komédiák jól teljesítettek a 90-es években ezen az estén, illetve az utóbbi években az Apa csak egy van is alátámasztotta ezt az elképzelést más csatornákon. Utoljára a 2015-16-os szezonban volt komédia csatornán péntek este, akkor a Megdönthetetlen, valamint a Barátok és egyéb kubancok futott 8-tól. A csatorna nagy valószínűséggel nyit majd egy új komédia blokkot a középszezonban, hiszen akad három nem családi komédia is a kínálatukban. A második évadokra készülő American Auto és a Grand Crew, valamint az újonc Night Court sequelje Melissa Roach-sal és John Larroquette-tel a főszerepben. A James Spider főszereplésével készült Fekete Lista 10. évada a jelenlegi hírek szerint szintén teljes évad lesz, viszont nem szerepel az őszi műsorrendben. Az összes NBC sorozat már másnaptól elérhető lesz a Peacock kínálatában is. Az NBC se nem kaszálta el, se nem rendelte be az első évad után Kristen Bell és Dax Shepard Family Game Fight és az eddig 3 évadot műsoron lévő Amy Poehler és Nick Offerman-es Making It című reality műsorait. Ez egy új trend a nem scriptelt produkciók között, amit a network csatornák alkalmaznak, hogy kicsit lepihentessék a formátumokat, viszont ez nem jelenti azt, hogy később ne folytatódhatnának. Íme a csatorna program kínálata az őszi szezonra. Hétfő este 8-tól 10-ig a Voice lesz látható, 10-kor pedig érkezik a Quantum Leap. Keddesténként 8-tól 9-ig a Voice, 9-kor a La Brea, 10-től az utolsó évadárva készülő New Amsterdam. Szerda este a Chicago franchise, 8-tól érkeznek az orvosok, 9-től a tűzoltók, 10-től pedig a zsaruk. Csütörtök este az esküdtelenségek jegyében fog telni a csatornán, hiszen az eredeti anyasorozat az esküdtelenségek 8-kor kerül műsorra, 9-től követi, a különleges ügyosztály 10-től pedig jön az Organized Crime. Péntek esténként szeptembertől novemberig a Capital One College Ball című műsor lesz Peyton Manninggel látható, majd pedig novembertől a López vs. López, ezt követően pedig a Young Rock kerül műsorra. Vasárnap esténként ismét a focié lesz a főszerep, ami élőben lesz, ugyanakkor a Peacockon is látható. A Foxnak az utolsó pillanatban sikerült megegyeznie a Disney istálójába tartozó 20th Television stúdióval, hogy mind a Residens, mind pedig a 9-11 elé visszatérhessen a 6. évadára a 2022-23-as szezonban. A Fox közel áll, hogy megállapodjon a Warnerrel és berendelje a Cindy Snow-t Steve Jakitól, a légiutas kísérő alkotójától, mely egy a Georgia állambeli szavannában élő időjós nőről szól, és a hírek szerint fekete komédia lesz. A Fox 3 drámával és 2 animációval készül a 2022-23-as szezonra egyelőre.
tény, ezekből összesen kettőt az idei évadról csúszik át a következőbe, hiszen évről évre egyre kevesebb pilotot rendel a Fox, idén pedig még az esték felépítését sem jelentette be a Rókás csatorna. Újoncként érkezik majd az Alert, az epizódikus antológia, az Accuse, valamint az animációs Grimsburg John Hamm hangjával a főszerepben. Ősszel kerül műsorra az idei évadról a forgatási csúszások miatt átsúranó country zenés Monarchis Susan Sarandonnal, valamint a Krapopolis. Ez volt már a BMW Bytes. További részleteket és érdekességeket megtudhatok majd a május 20-án érkező BMW-ből. Popkultúrában rendkívül gazdag hetet kívánok! Frasier has left the building.